Köszöntelek a Konfliktus feltárása pszichogenetika tükrében című előadáson. Életünk, konfliktusaink és viselkedésünk a pszichogenetika vonatkozásában az új medicina és a pszichogenetika közös hídja. Ez az, ami az előadás témája. Mi a pszichogenetika? A pszichogenetika az a tudomány, amely az itt és mostból indul ki a jelen pillanatból, a jelen pillanatban megélt stressz-konfliktus helyzetből, ami vagy mentális, vagy fizikai elváltozást okozott, vagy pusztán a stressz szintjét érzékeled, az itt és mostból indul tehát, és azt vizsgálja, hogy mi az a körülmény, környezet, mi az indító ok, ami miatt te ebbe a helyzetbe belekerültél. Tehát jelen pillanatból visszafelé a múlt felé halad, és vélelmezi, feltárja azokat az okokat, indítékokat, ami miatt te a jelenben, stressz helyzetben, traumában vagy krízisben tudsz lenni az életedben. A pszichogenetika F. Gallo Béla nevéhez kötődik, az ő 40 éves munkásságának köszönhetjük többek között, hogy ez a tudás rendelkezésünkre áll, és használható a mindennapokban. F. Gallo Béla sokat dolgozott együtt más pszichológusokkal is, és tudományos kísérletekkel igazolta az állításait, amelyek alapján egy összefüggés sorozatot, egy pszichogenetikus ismeret állományt rakott össze, melyet a mindennapi gyakorlati életben is, a magam meglátása szerint és gyakorlati tapasztalatom szerint, a mindennapi gyakorlati életedben te is tudsz használni. A felismert pszichogenetikai törvényszerűségek, és F. Gallo Béla így fogalmaz, mint például a predesztináció törvénye, az újrajátszás kényszer törvénye, a fogantatásanalízis és a magzatanalízis, mind arra próbál választ adni, hogy mi az a láthatatlan információs rendszer, amely a viselkedési mintánkat, a viselkedési mintázatainkat, gesztusainkat, beszédünket, döntési mechanizmusainkat meghatározza, meghatározza cselekedeteink, cselekvéseink motivációját, betegségeinket, elváltozásainkat. És a családi történetben hol lelhetőek ezek fel? Mi az új medicina? Hogy közös hidat képezzek majd a két tudományák között, fontosnak tartom azt is, hogy elmondjam neked. Az új medicina, vagy biológika más néven, az a tudomány, amelyet már 1979 óta dr. Hammer, német belgyógyász főorvos kutató munkásságának köszönhetően tudományosan igazolt tények támasztanak alá. A biológika, új medicina azokra a természeti törvényszerűségekre hívja fel a figyelmet, és abból indul ki, amely természeti törvényszerűségek igazolják, hogy az elváltozás, legyen az fizikai vagy mentális elváltozás, betegség, az mindig egy okozat. És a valódi ok a háttérben meghúzódó érzelmi megrázkódtatás, legyen az trauma, dráma, stressz, életesemény, egy szociális helyzet, egy viselkedési forma, bármi. Tehát az elváltozás, betegség az okozat, és az ok mindig egy érzelmi megrázkódtatás. A két tudomány, tehát mind az új medicina, mind a pszichogenetika ugyanannak az egységnek, ugyanannak az egynek a része, azaz az univerzum törvényeinek, az univerzum törvényszerűségeiből dolgozik. Tehát ugyanarról beszél a két tudományág. Igazából nincs különbség. És itt még hozzátehetném a kvantumfizikát, a kvantumgenetikát, mind ugyanaz. Univerzális törvények szerint dolgozó tudományágak. Miközött teremt kohéziót a pszichogenetika? A pszichogenetika az életút, a környezet, a betegségek, elváltozások, a DNS szintű információk, ez nagyon fontos, és a pszichológia között teremti meg a kohéziót. Miért? Azért, mert egy lehetőséget ad arra,
hogy az önismerettől, a felismeréstől eljuthass a traumamentes, leszelidített konfliktusoknak az életútjára. Tehát egy olyan életutad lehetőséged nyílik rá, amelyekben a te traumáid ugyan törlésre nem kerülnek, ez illúzió lenne ezt állítanom, és nem is fogok ilyet állítani, de ezek a traumák szelidíthetőek, inaktiválhatóak, tehát egy olyan életutat, egy olyan életminőséget tudsz élni innentől kezdve, amelyben lehetőséged van eljutni cselekmény szintig, a mindennapok szintjére egy olyan élethelyzethez, hogy úgy éld az életedet, úgy viszonyulj, olyan létezésed legyen, ami a szelidített konfliktusok életútján tart. Mi között teremt kohéziót a biológika? Az új medicina. Az új medicina a biológia és a pszichológia között teremti meg a kohéziót. Miért? Mert lehetőséget ad arra neked, hogy kézbe vedd az egészségedet, hogy a konfliktusaidat, az érzelmi megrázkódtatásaidat, ahogy az előbb is mondtam, azt okként ismert fel. Ez a valós ok, igazából itt vannak mindig az okok, a gyökerek, ismert fel, és tudd, hogy az elváltozások, a betegségek, azok mindig következmények, tehát okozatok. Erről beszéltünk az előbb. Ez egy nagyon fontos szabály. A pszichogenetika vizsgálja továbbá, hogy az önismeret és önmagunknak a birtokba vétele, így fogalmaz Evgalo Béla, ez tőle jön, ez a kifejezés, hogy önmagunk birtokba vétele között, mi a különbség? Az én gyakorlati tapasztalatom azt mutatja, hogy önmagadat tulajdonolni az egyenlő azzal, hogy egyetemes tudatosságban élsz. Tehát maga az, hogy birtokba veszed önmagadat, ahhoz, tehát valóban saját szabad akaratod szerint tudod kezelni az életed, a te saját életutadat, az életesemény horizontodon és a léthorizontodon szabad ember vagy, ennek az első lépése, hogy az önismerettől, tehát a felismeréstől valahogyan el kell jutni addig, hogy valóban a saját szellemiséged szerint birtokba veszed önmagadat. Tehát önmagadat tulajdonolni azt jelenti, hogy egyetemes tudatosságban élsz. És hogyan jutsz el idáig? Mert ugye a legfontosabb, hogy ide valamilyen gyakorlati eszközöd legyen kártyalap a kezedben, amit tudsz hasznosítani a mindennapokban. Úgy jutsz el idáig, hogy felismersz egy adott élethelyzetet, felismered a stressz helyzetedet, felismersz egy szociális kapcsolatodat, felismersz például egy személyiségvonásodat, mindegy, valami olyan dolgot, amivel nem vagy elégedett, vagy érzed, hogy nyomasztódás alatt tart, életviteli akadály számodra, vagy úgy is megfogalmazhatod, amivel együtt nem élet az élet, vagy ami nélkül nem élet az élet. Tehát jön egy felismerés, hogy valamin szeretnék változtatni. Felismerést önismeret követi. Ha jó az önismereted, akkor egy nagyon jó, erős lépcsőfok van a lábad alatt. Ez szuper jó, és csak biztatni tudlak, hogy haladj tovább ezen az úton, nagyszerű. És emellett önmagában az önismeretet azért tartom kevésnek, illetve azért biztatlak arra, hogy lépj tovább, haladj tovább, ahelyett, hogy megállnál az önismereti kérdésköröknél, mert attól, hogy jó önismerettel bírsz, attól még nem biztos, hogy a mindennapi cselekmény sorra te át tudod írni, és a saját valóságod, igazságod szerint tudod élni azokat a dolgokat, amelyeket szeretnél. Tehát akkor hogyan jutsz el odáig, hogy valóban szellemi minőséged, nagyságod szerint önmagadat birtokba veszed? Úgy, hogy a felismerés az önismeret követi, majd tudatosan látsz rá a dolgaidra, hozol egy döntést, tehát tudatosság, döntés és cselekvés követi. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy ahogyan te gondolkodsz, az szerint kommunikálsz,
és az szerint cselekszel. És ez tulajdonképpen egy szellemi, ez egy, úgy is mondhatnám, mondjuk egy fény egyenesre esik. Tehát a saját magas minőségű szellemiséged, a gondolkodásmódod, a kommunikáció, tehát a kifele-befele irányultságod. Szándékosan használom ezt a szót, hogy viszonyulás, mert azt vélem, hogy a viselkedést azt kifelé viselkedik az ember, viszonyulni pedig kifele-befele viszonyulunk. Tehát gondolkodásmódban, kommunikációban, viszonyulásban és cselekmény szintjén te egyenesen vagy, akkor az a hármasság, amit az előbb említettem, hogy tudatosság, döntés, cselekvés, ugye ehhez akarat kell, szándék, tiszta akarat, ez a hármasság jelenti azt, hogy önmagadat ténylegesen birtokba vetted. Tehát visszavetted, magadnál tartod, és tényleg a te kezedben van annak az irányítása, amit a saját szellemiséged és a szíved, lelked, gondolatiságot sorolhatnék ide sok mindent, intuíciód, isteni önvalód, bármi, tekintsd úgy, ami számodra szimpatikus szó vagy mondatszerkezet, használd azt. Tehát ez a hármasság jelenti önmagad birtokba vételét, amikor ebben te harmóniában vagy, egyensúlyban vagy. Miért? Azért, mert ez már ténylegesen a felelősségvállalásról szól. Szemben az önismerettel, ami pusztán önmagában az önismeret, az még egy egyéni, egy egyedi malomkerékbe való örlődés, egy mókuskerék önmagában. Ebből ki kell tudni szállni. Tehát a lényeg az ugye, hogy a mindennapokban tudj úgy cselekedni, úgy élni, úgy viszonyulni, létezni, ahogyan te tényleg szeretnél. És ebből te ki is tudsz szállni, minden lehetőséged és képességed megvan erre. Azért bíztatlak arra, hogy szállj ki ebből a mókuskerékből, mert hogyha az önismeret ördögi körébe maradsz, tehát egy ilyen, mondjuk nevezük malomkeréknek, az önismeret malomkerekébe, akkor elképzelhető, hogy az marad, hogy félelemből menekülsz önismeretbe, és el is hiteted magaddal esetleg, hogy, már bocsáss meg, hogy így mondom, de ez egy életszerű dolog, sokszor tapasztalom, el is hiteted magaddal, hogy már nagyszerű magaslatokon jársz, holott még mindig nem akarsz felelősséget vállalni a tetteid, a cselekedeteid következményeiért. Tehát innentől kezdve azért hangsúlyozom azt, hogy tégy meg mindent, hogy a mindennapokba át lehessen írni, a mindennapok cselekmény szintjén ott legyen az a változás, ami számodra kívánatos, és ez fogja az életedben elhozni azt az eredményt, hogy te tovább léphess. Amennyiben marad ez a malomkerék, tehát még mindig az önismeretről, akkor esetleg sok esetben tapasztalom azt, hogy megmagyarázzák emberek, hogy miért olyan a viselkedésük, amilyen. Ahelyett, hogy azon változtatnának, hogy hogyan viszonyulnak, ugye az előbb említettem, tehát kifele, befele, hogyan viszonyulnak önmagukhoz és a világhoz. Tehát én arra biztatlak, hogy szállj ki abból, ami történik veled, hogy az tőled független, kívülálló dolog, körülmény, hogy kiszolgáltatott vagy külső körülményeknek, külső körülmények viszontagságainak, hogy ez másokon múlik, hogy hát megmondták nekem, sokan mondják, biztosan úgy van. Ilyenkor stopp, állj! Én arra biztatlak, hogy tedd le a téves hitrendszereket, tedd le! Hajd a hátad mögött a téves hiedelemrendszereidet, inkább informálódj, kételkedj nyugodtan, tehát élj a kételkedés jogával, minden pillanatban jogodban áll, ahelyett, hogy azonnal valamit elfogadnál és belső tényként is kezelnéd, inkább vesd górcső alá, nézd meg, hogy a te igazságod szerint, a te életegyeneseden, a te szellemiséged, lelked, szíved, ténylegesen ezzel egyetért, avagy csak mondták, mert 10-ből 10 ember azt mondta, hogy ez másképp van. És te vagy az egyetlen, aki ezt különbözőképpen érzékeli. És lehet, hogy neked van igazad. Ezért érdemes megállni, megvizsgálni. Tehát informálódj, én arra biztatlak, informálódj, szelidítsd le, inaktiváld a traumákat, a trauma újrajátszásokat, a konfliktálódási helyzeteket az életedben, és éld az életedet intelligens érzelmi válaszreakciókkal. És ez az a kiút,
Ez az a kiszállási lehetőség, ahol te kinyitod a kaput, és kilépsz a mókuskerekedből. Ehhez tudatosság kell, akarat, szándék és cselekvési aktivitás. Ez viszont megkerülhetetlen. De én azért bíztatlak lelkesen, mert tudom, hogy ez működik, nagyon jól működik. Ez is egy univerzális törvényszerűség, hogy ez így van, tehát egy működési törvényszerűség, és tudjuk, és a gyakorlati tapasztalat is visszaigazolja, hogy tökéletesen működik. Szóval tudatosan, akarattal, cselekvési szándékkal és cselekvési aktivitással együtt lépni tovább. Szeretném elmondani neked, hogy tudd, hogy mi az, ami predesztinál. Az előadás elején soroltam a pszichogenetika törvényszerűségeit, és az elején említettem a predesztinációs törvényt. Akkor mi is az a predesztinációs törvény? Mi az, ami predesztinálja az életedet? Az a viselkedés sorozat, ez egy viselkedés mintázat tulajdonképpen, amit, mondok egy példát, például a családod, legyen az generációs felmenőkön, tehát a felmenőid, vagy akár a közvetlen családod, a családod állandóan fenntart. Tehát a családodban állandóan jelen van, vagy visszatérően megjelenik. Ezek általában téves hitrendszerek, hiedelmek, programok, családi félelmek, most így idézőjelben mondom, az örökölt genetika hitrendszere, hogy ó, hát már az apádnál is így volt, meg a nagyapádnál, átnyugodj bele, te is örökölted, nincs mit tenni. Na itt ugyanúgy, stop, állj, van mit tenni. Az örökölt genetika téves hitrendszeréből érdemes kiszállni, képes vagy, bírsz és tudsz, mert gyakorlatilag örökölt genetika, ezt már a biológika, a pszichogenetika és számtalan tudománya bebizonyította, hogy nincs, öröklődő mintázat van, pszichológiai lenyomatok öröklődése, pszichogenetikai mintázatok öröklődése, az van. Információs lenyomatok tovább gördítése van. Tehát információval érdemes dolgozni, ahelyett, hogy az ember elhinné, hogy egyszerűen csak azért van viszérgyulladása, mert már az apjának is az volt, meg a nagyapjának, vagy anyai ága valahol. Jó? Tehát erre értem, hogy ez az örökölt genetika téves hitrendszeréből ki kell tudni szállni. Nyilván ez óriási segítség, hogyha vannak biológiai alapismereteid. Ezért biztatlak, hogy a biológikát, új medicinát sajátítsd el, mélyedj el, amennyire szimpatikus neked, és mélyedj el most ebbe a pszichogenetikai előadásba, és használd magad, a saját magad életére. Tehát a predesztinációs törvénynek, amikor ez egy viselkedés mintázat van a családban, és ez visszatérően vagy állandóan megjelenik, ennek fizikai betegség is lehet a következménye, vagy egy pszichés beroppanás. Ilyen például most közhelyeket fogok mondani, de hát a közhelyek állnak az életünkbe, tehát szándékosan mondok egyszerű példákat. Ilyen például, amikor a családban folyamatosan azt hallod, hogy csak kemény munka árán lehet előre jutni, meg tovább jutni az életbe. És a kompjúter, az agy el is hiszi ezt a programot, ebben nő fel, és ezt a programot futtatja. És lehet, hogy neked lehetőséged lenne egyébként egy nagyon kellemes vállalkozást nyitni, ami tényleg a szívedhez közel áll, de olyan erős a családi program futtatása, hogy a predesztináció miatt neked abba a vállalkozásba időről időre jönni fognak olyan, elérkeznek olyan pontok, időegységekben, amikor te ezt tényleg nehéznek éled meg, és tényleg kőkemény munkával tudsz csak előre jutni. Holott ezt valójában nem egy külső körülmény okozza, te hozod létre azt a külső környezetet, amiben megélheted azt, hogy csak kemény munka árán jutok előre, mert ez volt a predesztináció a családba. Szóval például ez egy téves hitrendszer, vagy például a hölgyeknél, hogy a nehéz a szülés, hogy az egy kőkemény dolog, hogy az teher, ugyanez a program, ebből ki kell tudni szállni. Jó? Vagy ami például még egy jó közhelyet, hogy mondjak, ez a el kell fogadni, ami van, ez a fogadd el, hát úgyse tudsz mit csinálni. Én meg azt mondom, tényleg? Szerintem meg kételkedj, szerintem informálódj, állj meg, nézz utána, járj utána, nézd meg, vizsgáld meg, hogy számodra az milyen út, tényleg a szívedhez szól, tényleg közel áll hozzád, és hogyan tovább? Inkább így. És akkor ebben tényleg tudsz tovább haladni az életben. Mondok egy másik példát.
egy férfi esete, akinél inzulin elégtelenséget állapítottak meg. És akkor kiderült, amikor a családfán dolgoztunk, hogy már az apjánál, a nagyapjánál is ez volt. Most kevésbé kívánom részletezni, de a lényeg az, hogy új medicinai ismerettel tudjuk, ők inzulin intoleranciában diagnózist kaptak. Az új medicinai ismeretéből tudjuk, hogy ez egy ellenállás ellenkezés félelem volt a nagypapa, meg az édesapa esetében is. Kiderült, hogy rossz házasságban éltek, folyamatosan egy ilyen ellenkezés konfliktust éltek meg a párkapcsolatukban, a feleségük és saját maguk között. És a fiatalember, akivel együtt dolgoztam, nála már ez úgy jelent meg, hogy jó párkapcsolata volt, de egy szakdolgozatot készült írni, és a konzulensével nem értett egyet. És egy ilyen ellenállás félelme volt, hogy jobban tartott attól, hogyha ellene megy a konzulensnek, tehát ha valóban a saját érdekeiért kiáll, a saját gondolataiért, akkor annak esetleg a konzulens részéről akadályoztatás lesz a következmény. Tehát jobban tartott attól, mint hogy kiállt volna önmagáért, az ellenállás ellenkezés félelme ott volt benne. Tehát lett egy inzulin elégtelenség. Szóval a család erre azt mondta, ó, hát nyugodj bele, fiam, hát ez családi genetika, jött a téves hitrendszer, és hogy hát apádnál, meg nagyapádnál is ez volt, hát törődj bele. Hát ő hál' Istennek nem törődött bele, hanem szakember segítségét kérte, és akkor ezt így fel tudtuk fejteni. Szóval ez egy predesztináció volt az ő esetében, nagyon szépen ki tudott szállni ebből, és helyreállt teljesen így a hasnyálmirigy állapota is. A pszichogenetikai törvényszerűségeknél soroltam az újrajátszási törvényt. Az újrajátszási törvény az egy újrajátszási kényszer állapot. Ez egy olyan állapot, ami a környezetedet provokálja, hogy az előbb is említettem, a környezetet provokálja, hogy kialakulhasson egy olyan mentális struktúra, egy mentális elmeállapot, amelyben a traumád újra életre kelhet, és megismételheti önmagát, a saját feszültségeit. Tudom, hogy ez most nagyon furcsán hangzik, de emellett, hogyha a fizikában, a kvantumfizikában is tudunk gondolkodni, tudjuk, hogy egy információs tér ölel át bennünket, ez vesz körül. És ez az információs tér tökéletesen alkalmas arra, hogy mindent leképezzen. Szóval, amikor te elérkezel ahhoz az életponthoz, hogy egy trauma megismétlődhessen az életedbe, akkor ez úgy történik meg a valóságban, hogy te saját magad belülről provokálod a környezetet, tudom, hogy ez most furcsa szó, de ténylegesen így történik, provokálod, és a környezet által létrehozol egy olyan struktúrát, egy információs struktúrát, ami már mentális szinten, elme szinten téged megérint, és ebben meg tudod élni újra, magyarul újra stresszelhetsz, újra bekonfliktálódhatsz. Hát jogos a kérdésed, hogy ha felmerül benned, hogy hát ennek meg mi a túró értelme van? Hát miért szivatnám önmagamat? Fogalmazzuk át ezt a kérdést, akkor csak úgy egy szimplára, hogy vajon anyatermészet, vajon az univerzális törvények miért alkották meg ezt az újrajátszási kényszer törvényszerűségét? Miért kell ebben élnünk? Azért van ilyen univerzális törvény, az univerzum törvényei, ez egy természeti törvény, azért van ez így, mert születési programot, hogy érzelmileg fejlődj. És ez az a törvényszerűség, az újrajátszás törvénye, ami benne tart téged, nyilván egy kényszer állapotba, benne tart téged abban a mókuskerékben, hogy igenis, amíg te egy eseményt érzelmileg, helytelenül reagáltál le, vagy a családi vonalon generációs felmenőidbe helytelenül reagáltak le, tehát nem született rá, vagy nem megfelelő érzelmi válaszreakció született rá, addig benne tart téged egy érzelmi mókuskerékbe, hogy fejlődhess. Ugye azt mondtam, hogy az újrajátszási törvény, az újrajátszási kényszerben a trauma, a krízis, az élethelyzet, a stressz, az megismétli saját feszültségeit. Ez a feszültség ismétlés hatására, hogy most itt a hidat is bemutassam, folyamatosan szeretném neked
vázolni és képletesen elmagyarázni, hogy mitől van olyan erős közös hídja az új medicinának a pszichogenetikával, attól, hogy amikor jelen esetben egy újrajátszási kényszerről beszélünk, és én azt mondom, hogy itt a saját feszültségek ismétléséről van szó, akkor ez a biológiai agy számára, ami az agyunk egyébként egy tökéletes biológiai, vagy nevezhetném kvantumfizikai kompjúter, akkor az agy számára egy feszültségkülönbséget képez. Miért? Azért van feszültség, mert a te lélektested, aki kommunikál, lelked, szíved, intuíciód, mindegy, minek nevezel, tehát a lelked kommunikál folyamatosan a szellemiségeddel, amely pontosan az igazságot képviseli folyamatosan, tehát őre ténylegesen rálát, hogy mi az igazság a te életedben. Viszont cselekmény szintjén a fizikai test másképp dönt, vagy te gondolati szinten másképp döntesz. Ellene mész a folyamatnak, pedig a lelked más diktál, vagy a lelked diktál valamit, és nem csinálod azt meg, vagy másképp csinálod. Ez okozza a feszültségkülönbséget az agy és a lélektest között, és ennek hatására ez biológiailag igazolt, ez tudományos tény, CT-felvételekkel igazolt, hogy a feszültségkülönbség hatására az agyban, ahova azt az érzelmi konfliktust, megrázkódtatást te asszociálod, annak megfelelően egy agyi területen egy kapcsolat, egy szinapszis kapcsolat megszakad. Ennek következménye lesz az, hogy ott egy körgóc, majd egy ödémás góc keletkezik, és ez az, ami nyomás alatt tartja azt az agyi részt, amely fizikai szinten, a biológiai testen szerveket, szervrendszereket irányít. Tehát ez a biológiai háttere. Szóval, akkor mi is ez az újrajátszási kényszer, törvénye, és miért találta ki ezt anyatermészet, az univerzum? Azért, hogy érzelmileg fejlődj. Ez az egyetlen kiút a mókuskerékből. Ez egy törvényszerűség. Mondok erre egy példát. Egy édesanya esetében az édesanya 11 hónapos várandós volt, amikor egy erőszakos beszólás, egy szexuális beszólás érte. Nem történt szexuális aktus, csak egy erőszakos beszólás, ami őt megviselte érzelmileg. Tehát neki ez nagyon kellemetlen volt. Amikor a gyermek, miután a gyermek megszületett, 11 éves volt a gyermeke, amikor elszenvedi az ő gyermeke, 11 évesen, az első szexuális erőszakot. Ebből sem lesz aktus, tehát ne gondoljon szélsőségekre, de egy verbális sértés éri, ami egy nagyon erős félelmi programot indít el benne. Ez ugye már bőven elegendő. Majd, amikor ez a gyermek 22 éves felnőtt lesz, akkor egy olyan párkapcsolatot választ be magának, ahol az erőszakot élheti meg, mert az ő párja egy verbálisan agresszív, azaz, tehát egy erőszakos ember. Ő maga választotta a párját. Ő maga a saját választása volt. A szexuális agresszióból már kilépett, tehát ennek a mintázatából már kilépett, a sztori már más, már nincs sztori azonosság, de érzelmi dráma azonosság van. Ezt azért mondom, azért szeretném ezt így részletezni, hogy szeretném átadni neked, hogy könnyen megértsd, hogy sosem sztori azonosságot keresünk. Lehet, hogy az is van mögötte, amikor egy pszichogenetikai törvényszerűség alapján majd fogom részletezni, hogy hogyan tudod felfejteni az életed, vagy a saját életutadon a traumáidnak a hátterét, vagy kríziseidnek, vagy stressz élethelyzeteidnek a hátterét. Ehhez szükséges, hogy már kilépsz abból a sztori mintázatból, de az érzelmi mintázat az fennáll. Ezért a munka során, amikor gyakorlati szinten térképezed fel a saját életedbe a dolgaidat, akkor ezt fogom nagyon sokat hangsúlyozni ezen az előadáson, hogy mindig az érzelmi mintázatot, az információ mintázatot keressük, és kilépünk a sztori azonosságból. Tehát ez a példa az arról szól, hogy vázoljam neked, hogy már jelen példában itt már nem szexuális erőszakos beszólásról beszéltünk, amikor ő 22 évesen párt választott, csak sikerült egy verbálisan agresszív férfi mellé behelyezkedni. És ez az agresszió, mint érzés, végigkísérte az ő párkapcsolatukat. Ezt most csak a példa kedvéért mondta. Feltehetjük a kérdést akkor ezen a ponton, miért hoztam ezt a példát, mert szeretnék arra rámutatni, hogy
akkor vajon szabad akaratból választunk, például egy párt, társat, vagy információs lenyomat alapján? Hát a válasz az az, innentől kezdve egyértelmű, hogy ameddig te érzelmi megrázkutatások generációs viszonyában állsz, tehát ameddig a te életedben az érzelmi megrázkutatásoknak a generációs viszony az fennáll, addig nincs szabad akarat, addig nem tudunk szabad akaratról beszélni. A generációs mintázatban rögzült érzések, ezek a megszokott érzések, rezgések, viszonyulások szerint történik a választás. Tehát ez azt jelenti, hogy hasonló karakterű játszmákat hívunk elő, és bonyolítjuk le. Miért történik meg ez mindez? Miért? Mi ennek az oka? Mi ennek az értelme? Azért, mert közös a trauma lenyomat. Furcsa hangozhat, az az igazság, közös a trauma lenyomat. Lehet, hogy ellenkező előjelű, tehát lehet, hogy úgy gondolkodsz, akkor egy párkapcsolatban az egyik az mondjuk a pozitív oldalra sorolnád, a másikat a negatívra. Én nem bírálok, nem ítélek, és arra biztatlak, hogy te is lépj ki ebből a körből, mert mérhetetlen energiákat szabadít fel, és a valós információra lehet fókuszálni. Tehát lehet akár az ellenkező jelű, attól még hasonló a trauma lenyomat, és kell egy, szükség van egy tükörre, egy leképeződésre, egy tükröződésre ahhoz, hogy fejlődhess, hogy észrevedd, hogy önmagadban hordozol még lenyomatokat. Tehát akkor miért van az, hogy belemész egy olyan, akár legyen ez egy párkapcsolati választás, vagy más szociális kontaktusnak a választása, amiben újra játszhatod a trauma lenyomatodat? Azért, hogy legyen egy tükör, hogyha addig nem sikerült észrevenni, akkor önmagadat ismételve, önmagadat figyelmeztetve lehetőséged nyílik, hogy egy helyes érzelmi válaszreakciót adj, és kiszállj a régmúlt eseményeidnek a traumapontjaiból, vagy leszelidítsd, inaktiváld. Tehát ez egy lehetőség mindig, és ezt a lehetőséget anyatermészet mindig fenntartja számodra. Ezért történik meg mindez. Szeretnék egy példát mondani. Annak a hölgynek a történetét, aki anyai ágon, az anyai ág felmenői vonatkozásával kiderült, hogy az anyai ágon lévő felmenők, tehát nagyanyai, dédanyai vonalról beszélek, mind azt a mintázatot hordozták, ez a alázatba vonulok, most ilyen idézőjelben mondom, ez az alázatba vonulok, szolgálok, tehát ezt a szolgai, most ez nem feltétlenül rossz értelemben, de amikor úgy kiszolgálod a másikat, olyan párkapcsolataik voltak, hogy egy alárendeltségi, kiszolgállak, mindez úgy tűnik, hogy nagyon jó nekem, kvázi ez derül ki az anyajágon, a gyakorlatban kevésbé, mert ennek súlyos következményei lettek. Tehát, ami az anyajágról ő hordozta, ez a hölgy, az a kiszolgáltatottság, a alázati szerepkör, egy ilyen jótékony alázatnak tűnt ez a történet, tehát hogy ezt az energetikát gyakorolta az anyai ág a férfi ágról, a családi vonalon, pedig kiderült, hogy a férfiak pedig sorra elhagyták, elálltak ezektől az asszonyoktól. Majd a jelen hölgy, akiről beszélek, választ egy olyan férfit magának, akin keresztül folyamatosan megélheti az alázatnak a szerepét. Ez gyakorolhatja minden napokban. Megalázza verbálisan őt ez a férfi, tehát ne gondolj itt nagy dolgokra, de hát ez is bőven elég. Tehát egy verbális agresszió éri, egy verbális megaláztatás. És emellett kiderül, hogy a férjének, tehát a saját párkapcsolata a férjének, a férfi családi ágából is kiderül, hogy az ottani férfiak felmenői ágon, tehát az ottani férfi felmenők vonatkozásában is, ők is rendre elhagyták, elutasították a feleségeiket, asszonyaikat, és elhagyták a gyermeküket, tehát válás volt, elhagyás, családszétesés. Ennek a következményeképpen ennél a párnál, tehát a hölgynél, aki fordult hozzám, ennél a párnál fogantatási akadályoztatás volt.
ők már elhitték, hogy meddőségről beszélünk. Meddőségről egy új medicinás ismerettel rendelkező ember nem beszél, anya természetben nem létezik, meddőség fogantatási akadályoztatás van, amelynek vannak komoly biológiai előzményei, illetve pszichogenetikai előzményei, tehát mind a két tudományág részéről érdemes egy ilyen programot vizsgálni azonnal. Ez a gyakorlati tapasztalatom, azért mondom, mert tényleg 100-ból 100 esetben eddig így volt. Tehát fogantatási akadályoztatás lett a következménye. Miért? Mert a hölgy félt attól, hogy nem elég jó anya, hogy ez futott a családi programba, hogy nem vagyok elég jó, elhagynak a férjek, nem elég jó anya, a férj pedig aggódott, hogy nem megfelelő feleséget választott. Mert az ő generációs mintázata meg ez volt. És a kettő együtt, hát ez egy diszonáns, feszültséggel teli helyzet. Igaza van bármelyiknek is, amelyik valamit állít? Hát igaza lehet, igen, de a kettőt azért érdemes együtt vizsgálni, és azért mondtam ezt a példát, hogy arra bátorítsalak, hogy még mielőtt belemész egy bírálatba, ítélkezésbe, hogy mondjuk a saját családi felmenőiden, a saját életedben találsz egy eseményt, és mielőtt még a másikat kezdenéd hibáztatni, mert ugye úgy tűnik, hogy hát ő volt mondjuk jelen esetben az agresszív, arrogáns férfi, ezelőtt én azt mondom, hogy érdemes megállni, és azért tartom csodálatosnak a pszichogenetikát, mert információval dolgozik, tehát megállni, és az információs hátterét megvizsgálni. És akkor jelen példánál maradva, itt ugye kiderül, hogy az információs háttér egyértelműen mutatja, hogy ők szánt szándékkal választják egymást, a pár. Egymáshoz gravitálnak, az egyik begravitálja azt, amit a saját családi felmenői éltek meg, és nem sikerült rá megfelelő érzelmi választ adni a nagymamának, az édesanyának, hogy talán abból a párkapcsolatból ki kellene szállni, vagy másképp alakítani. Tehát nem volt rá megfelelő válasz, hogy feldolgozni a problémát, leülni, megbeszélni, és viszi tovább, és begravitál egy olyan férfit, akinek szintén a családi ágán lehet egy más előjelű, de hát ez ugye ítélkezési pont, ezt én kihagynám, de hogy egy hasonló traumatizálódás van, ami miatt egy olyan nőt választ be magának, hogy ugyanazt a programot megélhesse. Ez egy újrajátszási kényszer. Na, ezek azok a dolgok, amiből érdemes kiszállni. Tehát úgy, és egyébként szeretném, hogy tudd, hogy ugyanez fordul elő az életnek minden területén. Tehát itt nem csak a párválasztásban érdemes átgondolni, hogy akkor van-e szabad akaratod, vagy információs lenyomat alapján döntöttél. Az is rendben van, ha így döntöttél, és ma ismered ezt fel. Tökéletesen rendben van. És emellett akkor tudsz hozni egy olyan döntést, és át tudsz lépni cselekvési akarattal egy olyan életminőségre, amivel te feltérképezed ezeket a helyzeteket, és esetleg önmagad, vagy a pároddal együtt, ez még csodálatosabb, döntést hoztok, és megbeszélitek, hogy akkor milyen érzelmi döntések melletti életutat választotok a jövőben magatoknak. Hát ez már, itt ezen a ponton beszélünk felelősségvállalásról, és akkor már tényleg ez egy döntési cselekvési aktivitás, ami közös, és közös, emelkedett minőségű érzelmi intelligencia alapján határoztátok ezt meg. Tehát egészen más a kép. Tehát visszatérve, tehát ugyanez fordul elő az életed minden más területén is, mindenkinél, tehát nem csak a párválasztásnál, de a munkahelynél, hogyha kollégáidat tekintjük, vagy a főnököd, beosztottakat, stb. Miért történik meg mindez? Miért van ez így? Hát azért, mert a hívójelekre vagyunk érzékenyek. Hogy elő tudjuk teremteni magunknak azt az információs környezetet, amelyben újra le tudjuk játszani ezt a meccset. Hát ugye ez egy ilyen meccselés. Tehát hívójelérzékenység van. Egy másik példa erre, hogy érthetőbb legyen, átláthatóbb, vagy úgy könnyebben. Azért hozok példákat, hogy az a szándékom, hogy segítsek neked analógiájában gondolkodni. Tehát úgy vélem, hogy minél több példát mondok, annál közelebb segítelek ahhoz, hogy ne a sztori azonosságot keresd, hanem analógia tanában, tehát információs lenyomat tanban, vizsgálatban te is bele tudj helyezkedni a sajátodba. Ugye az a cél, hogy te önmagadat képviselve
minőségibb életútra tudjál lépni, tehát saját magad fel tud dolgozni, ezeket a trauma lenyomataidat, vagy stressz helyzeteidet jól kezeld, és ki tudsz szállni. Szóval ezért jönnek ezek a példák. Tehát ide azt szeretném azt a példát elmesélni, annak a férfinek az esetét, aki egy bántalmazott gyermekként nőtt fel, mert az apja folyamatosan részegen verte, és az édesanyját is verte az apukája. És amikor felnőtté vált ez a férfi, tehát felnőtt korára, amikor én találkoztam vele, akkor ő nem tudott tartós női kapcsolatokat létrehozni, kialakítani, mert futott benne egy olyan program, hogy a nő anyaként, most idézőjelben mutatom, hogy a nő anyaként alkalmatlan, mert az ő saját édesanyja alkalmatlan volt arra, hogy megvédjen, tudta megvédeni, megvert az apukája. Tehát férfiként, amikor ő felnőtt férfivé vált, futott benne egy ilyen program, hogy a nő anyaként alkalmatlan, az anyám nem tudott és nem is akart megvédeni az apámtól. Mi lett ennek a következménye? Ugye ez egy családi mintázat volt, egy program mintázat. Mi lett ennek a következménye? Hogy ez a férfi a női kapcsolataiban képtelen gyermeket vállalni, ez egy tudatalatti program, tehát képtelen a gyermekvállalásra, és az életében egy ilyen beszólogató, agresszív, arrogáns, bántalmazó férfivé válik. Miért? Hát azért, ez egy logikus válaszreakció, azért, hogy az a nő, aki a társa, a párja, hát rendre több nő is volt a társa, mindegyiknél sikerült ezt újrajátszania, addig a pontig, amíg a felismerés megtörtént. Tehát, hogy miért történik meg, mi ez, miért történt meg? Azért, hogy a nő, a társa ne is akarjon megfogadni tőle. Mert egy sejtinformációs, egy sejt információs lenyomat van az ő szervezetében, egy sejtinformáció szintjén fut az a program, hogy az anya az nem biztonságos társ. Mert ugye ő ezt élte meg az édesanyán keresztül. Ez egy tudatalatti generációs program. Na de hát, hogy ezt tudjuk, és azért csodálatos a pszichogenetika, ebből az ördögi körből ki lehet szállni. Tehát felismeréssel, tudatossággal, döntéssel, akarattal, cselekvési aktivitással. És sikerül is kiszállni neki. Tehát ezért csodálatos. Az előbb azt említettem neked, hogy sejtinformáció szintjén tárolt esemény sorokból dolgozik a szervezet. Hol tárolódnak ezek a traumák? És miért van az, hogy újra és újra előjönnek? Tehát hol tárolódnak, és miért jönnek elő újra és újra az életedben a traumák, vagy a konfliktus helyzetek? Ezeknek a tárolódási helye sejtmemória, tehát a sejtmemóriában tárolódnak. Evgaló Béla úgy fogalmazta ezt meg pszichogenetikus szemléletben, hogy a sejtmag, a vezikulum az a hártyával határolt hólyagos rész a sejtplazmában, tehát a sejtmag, a vezikulum és a sejt közötti terek azok, amelyek rögzítik azt a homeosztázist, ez egy állapot, és pszichogenetikai együttállást, amely a trauma létrejöttének az időpontjába fennállt. Tehát ez egy rögzítési állapot. És a trauma újrajátszási életpontokon és krízispontokban ezek a lenyomatok úgy jelennek meg ismét, hogy a receptorok segítségével, tehát a receptoroknak az extracelluláris, az azt jelenti, hogy a sejten kívüli oldal, tehát a receptoroknak ez a sejten kívüli oldala érzékenyebbé válik. Érzékenyebbé lesz a külső információkra, tehát könnyebben felveszi, érzékenyé válik a külső információkra, és így sokkal könnyebben rátalál a hívójelekre. A sejtkommunikáció pedig összefüggésben van mind a molekuláris, a bakteriális, mind az ionkommunikációval, tehát mindennel. A sejtekben egyfajta anyagcsere változás indul meg, hogy biológiailag is magyarázzam neked, hogy lásd a közös hidat. Tehát megindul egy anyagcsere változás, és erre például, hogy ezt jól tud értelmezni, a szerv, amikor szervtranszplantációt hajtanak végre. Tehát van egy donor és van egy befogadó, és akkor a donor valamilyen szervet rendelkezésre bocsát a befogadónak, és azon a ponton
az esetek többségében a befogadónál megjelenik az a mintázat, ami a donor életében volt. Tehát a donor viselkedési mintázatait felveszi, vagy viselkedési mintázataiból felvesz a befogadó információs mintázatokat. Ugye ez igazolja ezt az egészet biológiailag is, meg pszichogenetikailag is, ez tudományos tény. A sejtkommunikáció az mindennel biológiai és információs kapcsolatban van. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy itt most ionokról, molekulákról vagy enzimekről beszélünk, tökéletesen mindegy. Minden mindennel kapcsolatban van. Minden a kvantumtér információ struktúrának a része, ez nagyon fontos, hogy tud, és ezen a ponton pedig nem csak azt ismeri fel a biológiai szervezeted, az agy, az elme, hogy az ő működését támogató vagy gátló hatás érte el, hanem azt is, hogy ez a hatás az embert, téged, vagy az embert, mint humánumot, mint információs struktúrát, mint téged, mint szellemi lényt előre viszi, vagy gátol téged. Ezt is felismeri. És ezen a ponton történik ezen a ponton történik az meg, hogy életre tud kelni, és életre is kell az újrajátszás törvénye, tehát az újrajátszás kényszerűsége. Miért? De erről beszéltem, mert az érzelmi fejlődés az egy univerzális természeti törvény, az univerzum törvényeinek a része. És ez megkerülhetetlen. Az érzelmi fejlődés megkerülhetetlen folyamat egy emberi lény, humánum a mi életünkben. Tehát érzelmileg intelligens válaszreakció nélkül e tekintetben nincs tovább haladás. Ez van. E tekintetben ez az egyetlen út ebben a tekintetben. Akkor lépjünk a gyakorlat mezejére, hogy hogyan tudod te feltárni a traumáidat, a lenyomataidat. Mit tehetsz azért, és itt most matematikai törvényszerűséget fogok sorolni, és elmagyarázom neked, hogy a pszichogenetika, most beveszem a matematikát, pszichológiát, mind a kvantumpszichológiát, mind a kvantumfizikát, a recall healing tudományát és Ann-Schützenberger ősszindróma munkásságát fogom egy közös puzzle-ba majd bemutatni. Miért? Mert az a célom, hogy lásd egyben azokat a különböző tudományágak által képviselt, de matematikailag és tudományosan is igazolt tényeket, amelyből az a segítség, hogy te magad, vagy mi most itt közösen, ezt a puzzle-t össze tudjuk rakni az életedbe, és tudod a mindennapi cselekmény szintjén használni. Az első ilyen dolog a traumatérkép. A pszichogenetika azt mondja, hogy 4 tengelyt vizsgál, fogom magyarázni, hogy melyik ezek a 4 tengelyek, és 4 tengely vonatkozásában térképezi fel, vagy írja fel, hogy mi történt az életedbe eddig, hol tartasz most, és mi történt eddig. Itt lehet esetleg vizsgálni a vizsgált szemetet, a saját életkorodat, vagy évszámot. Én az életkorból szoktam kiindulni, szerintem az egy közelebb álló, matematikailag könnyen fogható és számítható módozat. Tehát ez az első. A második, hogy megnézzük, érdemes megnézned az ismétlési láncolatokat, az ismétlési láncoknak a beazonosítása. Ez miről szól? Ez azt jelenti, hogy megnézed, hogy mikortól ismétlődik, mikor volt ez az első pont, ez gyakran a magzati kor, amikor neked ez a konfliktus beállt, vagy amihez hasonló érzelmi konfliktus stresszt megéltél. Ez nagyon gyakran a magzati kor, nagyon sokszor a fogantatás és a magzatanalízisig visszamegyünk az esetek jelentős részében, és még többször pedig még pluszba generációs mintázatok vizsgálatáig. Tehát a második pont az ismétlési láncolatnak a beazonosítása, hogy mikortól ismétlődik, mióta van ismétlés, volt-e már hasonló érzelmi megrázkódtatás az életedbe. Például most el vagy akadva egy bizonyos élethelyzetbe, partra vetetnek, megfenekletnek, magányosnak érzed, egyedül érzed magad ebbe az élethelyzetbe, akkor az ismétlési láncolat beazonosítása az úgy történik, hogy
hogy megnézed, hogy vajon hasonló érzelmet, tehát mint akadályoztatást, megfeneklettségi érzést, partra vetődést éreztem már korábban az életemben? Mik voltak azok a dolgok? Milyen élethelyzetekbe éltem meg? Mikor? Hol? És meghatározod magadnak, rögtön megvan a mikor, meg hogy mi volt, az érzelmi megélés hasonlóságát keresed. Jó? Tehát ezt jelenti az ismétlési láncolat beazonosítása. Ez volt a második. A harmadik pont maguknak a tengelyeknek a meghatározása. Itt segítek ezen a ponton, egy kis rajzos ábrával szeretnék neked segíteni. Ezt ide felrajzoltam. A pszichogenetika felismerte, 4 tengelyt érdemes vizsgálni. Ezt lerajzoltam neked, lehetőséged van akár koordinát a tengely szintjén ábrázolni magadnak, vagy akár egymás alatti párhuzamos vonalak formájában. Teljesen mindegy, hogy melyiket választod, amelyik szimpatikus a számodra. A 4 tengely, az első az a pszichének a tengelye. A psziché tengelyére érdemes felírnod, feltérképezned a saját életedbe. A kapcsolataidat, mentális események tartoznak ide, a nagy érzelmek, a fontos megélések, ezek a típusú információk. A másik tengely, a szomatika tengelye, amire a betegségek, elváltozásokat érdemes felvezetni, baleseteket, tehát mindent, ami a testedet, a fizikumodat érint, a fizikai testet érintő eseményeidet, átváltozásokat, ilyen például a szülés, születés, a halál, a műtétek, stb. A pszichoszomatika tengelyére érdemes felvezetned, oda tartoznak a képzelt betegségek, félelmi, aggodalmi programok, ilyen például a halálfélelem, vagy mondjuk egy szociális, egy elhatárolódási félelem, betegségfélelem, szociális aggodalmak, gazdasági aggodalmak, stb. Tehát minden, amilyen aggodalmi, félelmi program. És a negyedikre pedig a viselkedés tengelyére fölvezeted azokat a viselkedési, viszonyulási elemeket az életedben, amiben megváltoztál. Tehát ami változást hozott az életedbe. És akkor még egyszer mondom, mindegy, hogy ezt most koordinált a tengelyben írod, vagy egymással egyenesekbe, talán az egymás alatti egyenesek vezetése abban közelíthet meg, vagy abban nyújthat jobban segítséget, hogy amikor egymás alatt ugyanabban az életkorban kijön mondjuk a psziché és mondjuk a viselkedés tengelyen is, most mondok egy például mondjuk pont 33 évesen egy hasonló érzelmi megrázkódtatás, akkor sokkal közelebb vissza, hamarabb felismered, de ezt itt is össze tudod húzni a vonalak formájában, akár. Jó, tehát ez ezért nyújt segítséget. Tehát ezt ismerte fel a pszichogenetika, hogy nagyon könnyen lehet dolgozni, akár ilyen vázlatos tengely szintje. Miért jó a kép? Azért biztatlak arra, meg még lehet, hogy foglak most itt a mai előadáson, hogy rajzolni érdemes, felvázolni, felírni, feltérképezni, mert lesz róla képed. És mivel magyar ember, vagy képes ember, vagy minden képességet, ha van képalkotásod valamiről, akkor egy még tágabb spektrumban nyitsz a felé, hogy minden képességed meglegyen azt megvalósítani. Ezért nagyon jó rajzolni, hogy a képalkotásodban is segítség legyen. Másrésztről pszichológiailag mondjuk szeretném, hogy az 5 külső érzékszerved által minél többet befogadsz, tehát valamit lerajzolsz, és azt te látod, kimondod, és vissza is hallod, tehát hogy minél többet erősítesz meg külső érzékszervek által, annál jobban tudod kondicionálni a saját elmédet arra, amit szeretnél képviselni az életedbe. Tehát ezek a tengelyek akkor megvannak. Tehát, hogy lehet ez koordinátorrendszer, vagy egy más alatti vonalrendszer, ezt te döntsd el, hogy számodra mi az, ami komfortosabb. Időben minél jobban előre haladottabbak vagyunk, hát nyilván annál jobban körvonalazódnak az ismétlődések. Ezért érdemes azt csinálni, hogy a jelen pont, a jelen pillanattól kezdesz, tehát a jelen élethelyzetet, ahol itt és most tartasz, és innen, tehát ettől a jelen állapottól visszafelé érdemes haladni az életed kezdőpontjáig, a magzati kor, aztán fogantatás, és az azt megelőző időszak, és utána a családi generációs mintázatok felismerése felé. Amennyiben a felvázolt eseményeid, azok születésed utáni, tehát a születésed pillanata utáni
saját sorozatként értékelhetőek és érzékelhetőek. Tehát, hogyha te egy olyan eseménysort találsz, ami a születésed óta ismétlődik, azelőtt nem volt, tehát a születésed óta ismétlődik, akkor mentálgenetikai traumáról beszélünk. Hogy ha a magzati vagy az azt megelőző időszakra is érvényes egy ismétlődési láncolat, vagy egy olyan információhoz jutsz, ami ott képezett lenyomatot, tehát magzati vagy azt megelőző időszak, akkor pszichogenetikai traumáról beszélünk. Tehát a kettő az elválasztódik megfogalmazás szempontjából, tehát mentálgenetika, amit a születésed pillanatától élsz meg, és képes vagy ismételni, pszichogenetika, amit a magzati korodtól, vagy az azt megelőző időszaktól élsz, és képes vagy ismételni. A kettő együtt adja a további matematikai számítási lehetőségeket. És akkor nézzük azt meg, hogy akkor miként tudod ezeket a számításokat elvégezni, hogy te saját magad tudj otthon haladni vele, vagy ha természetesen szakember segítségével, nyilván egy külső szakértővel könnyebb, de a lényeg az, és ez az előadás azt célozza meg, hogy te saját magad a saját életedben, akár otthon egy nyugodt pillanatban leülve, saját magad tud számolni, saját magad fel tud térképezni, és tudjál tovább haladni az életbe. Szóval, miként tudjuk elvégezni a matematikai számításokat? Az életesemények, megélések, a helyzetek, ezek mint újrajátszási kényszer, újrajátszási természeti törvény szerint matematikai periodicitással ismétlődnek. Tehát van egy ismétlődő periódusa ennek. Hogyan ismétlődnek ezek? A pszichogenetika igazolta, hogy a magzati hetek, tehát ahány hetes voltál te magzati korodban, tehát a magzati hetek egy időléptékváltással az évek vonatkozására vetülnek ki. Tehát amennyiben neked mondjuk 24 hetesen magzatként volt az édesanyádnak egy érzelmi megrázkódtatása, azt te magzatként saját magad ravetted, sajátként élted meg, ez így működik a magzati státuszban ez a pszichés működés, ez oda kapcsolódik most a teljes részletesség kifejtés nélkül, de hogy egy mondattal azért bekapcsoljalak ebbe, hogy az idő jelentős részét magzatként delta agyhullám szinten töltöd. Ez a delta agyhullám szint a legközelebbi olyan agyhullám állapot, amikor te a legfogénykonyabb vagy az információ felvételre, plusz emellett ahhoz, hogy te alkalmazkodni tudj az életben, mindent megteszel magzatként, hogy az édesanyádhoz a viszonyulásod alkalmazkodjon. Azaz sejtinformáció szintjén megteszel mindent, ahogyan ő éli meg a helyzetet, hogy az magadénak tekinted, ez egy túlélési ösztönös program. Röviden. Tehát magzati kor, hetek, időléptékváltás, és ez évek számára vetül ki. Tehát ha te mondjuk 24 hetesen éltél meg az édesanyád által, az anyukád élte meg ezt a traumát, akkor ez 24 éves életkorodban fog először megérkezni, kivetülni. Indul az újrajátszás. A születés pillanatától a születés az mindig az origó. És ettől a pillanattól kezdve ez egy számtani sorozatban ismétlődik, tehát egy ismétlődés lesz. Ez az ismétlődés azt jelenti, hogy hasonló karakterű traumák érkeznek meg az életedbe. Hasonló karakterű traumákat fogsz begravitálni más néven, egy olyan információs struktúrát létrehozni, a környezetet provokálni, hogy megélhess egy hasonló karakterű traumát. Majd ez újraindul. Tehát, ez hogy néz ki a gyakorlatban? Tegyük fel, hogy mondjuk 39 hétre születtél meg. Jó? A 39 hétre születés az azt jelenti, hogy 39 éves korod után fogod újraindítani ezt a rendszert. Tehát, hogyha te most mondjuk 45 éves vagy, akkor a 45 mínusz 39 az 6, azaz a 6. magzati heted magzati programját fogod futtatni újra. Miért történik meg ez? Azért, mert a megszületés az egyenlő az
önállóvá válással. Most te jogosan mondod rögtön, hogy ó, de hát akkor még ugye szopik egy teljesen önállóan alkalmatlan az életre. Ebben fizikai szinten teljesen igazad van, ugyanakkor mégis maga a megszületés élménye, a világra jövetel élménye, az emberi humánum számára egy önállóvá válás, azaz egy függetlenségi kezdőpont. Ezt a függetlenség kezdőpontot egyébként a Recall Healing nevű vizsgálati módozat, módszer, ami Gilbert Reynaud nevéhez kötődik, szintén dolgozik függetlenségi ciklussal, ezt a későbbiekben fogom magyarázni, mert ígértem, hogy a puzzle-t összerakom neked. Szóval egy 6-7-es magzati traumának a következménye az az, hogy miután megszületsz, utána időléptékváltással ugye az évekre vetítődnek a trauma ismétlések. Ez hogy néz ki a gyakorlatban? Úgy néz ki, hogy a 6-7-es magzati trauma az 6, 12, 18, 24 és így tovább trauma ismétléssel újra játszódik. Ez, látod, ez egy számtani sorozat. Tehát születés pillanatától, magzati trauma születés pillanatától számtani sorozatba lép, tehát egy 6-7-esnél ugye 6 plusz 6, 12 plusz 6, 18 plusz 6, 24, és így tovább, ismétlődési pontokon trauma ismétlődés lesz. Mértani sorozatra vetítve, ami azt jelenti, mondjuk a jelen példánál maradva a 6. heti magzati trauma esetén, születés után mértani sorozatra ugrik, tehát az azt jelenti, hogy 6, 12, 24, 48, és így tovább, életéves korban pedig krízisként jelenik meg. Összefoglalva, tehát magzati trauma esetében születés után számtani sorozat trauma, mértani sorozatban krízis, az életkrízis, tehát érzed a szó erejét is, a krízis az egy nagyon markáns konfliktus helyzet, krízis helyzet sokkal erősebb, mint egy trauma ismétlés. Tegyük fel, hogy mondjuk születés után másfél éves a gyermek, amikor egy saját trauma vagy egy érzelmi megrázkódtatás éli. Hát ez általában egyébként most zárójában mondom azért, ez az édesanyától vagy a szülőktől jön, vagy közeli hozzátartozóktól, tehát az, hogy önmagában a gyermek megél egy traumatizálódást ilyen kiskorban, ez szintet mondjuk 99,9%-ban ugye a gondviselőkön múlik, tehát azért ez szülőktől jön általában. De tegyük fel, hogy születése után, tehát születés után vagyunk, másfél éves kor, és egy saját érzelmi megrázkódtatás történik vele. Akkor ebben az esetben másfél évesen, 3 évesen, 4,5 évesen, 6 évesen trauma ismétlési pontokba kerül ez a gyermek. És a kettőnek a metszete, tehát a magzatanalízisről beszéltem az előbb, és a születés utáni program számtani soráról, a kettőnek a metszete, az szintén krízispont lesz az ő életébe. Amikor a trauma térképedet nézed, amiről az előbb beszéltünk, lehet az koordináta tengely, vagy ugye egymás alatt vezetett vonal, tehát a trauma térképet idővonalat nézve, megjelenhet ez kizárólag az egyik tengelyen, de akár több tengelyen is egyszerre. Tehát lehet, hogy őt ez érinti pszichésen, tehát egy trauma vagy egy krízispont, de lehet, hogy már nem csak pszichés érintettség lesz, egy mentális beroppanás, mi lehet például? Hát a gyermeknél előjön hirtelen egy viselkedési probléma. És akkor a szülők szaladgálnak vele innen-onnan, nem tudom, mindenféle szakértőhöz, holott lehet, hogy csak egyszerűen meg kellene állni és megvizsgálni ezt. Vagy a gyermek mondjuk szomatizál, tényleg lesz egy testi fizikai elváltozás, és amögött ez van, akkor megéri ezt vizsgálni, megéri számolni, hogy ne érné meg, óriási kártya van a kezedben, képességed van arra, hogy ezt fel tud mérni, hogy ezt górcső alá vest, hogy meg tud vizsgálni. Tehát a metszet az mindig krízis. Mondok néhány példát, például amikor egy egészségügyi szorult helyzet áll fenn, és mondjuk ebben az egészségügyi szorult helyzetben éppen várandós egy édesanyja, és várandósan, a várandóság 15. hetében
egy szociális szeparációt él meg. Tehát egy szociális elhatárolódás, egy elhatárolódási konfliktus, vagy éppen egy kapcsolathiányérzet, hogy nagyon hiányzik, és nem tudok úgy kapcsolódni, ahogy eddig. Tehát egy kapcsolathiányérzetet él át. És ez neki várandósként egy érzelmi stresszt okoz, és ez feldolgozatlan, ez feloldatlan. Ez a jelenben, ennél a kismamánál úgy jelenik meg, hogy nála egy laphám elváltozást indít. Ezt új medicina ismeretéből tudjuk. Ez lehet akár egy légúti probléma, lehet akár ebből egy tüdőgyulladás, gége, garat, egy légúti probléma, lehet akár bőr probléma is, bármi, ami laphám szövetet érint. Megszületik a gyermeke a kismamának, és a gyermek, amikor egy éves lesz, akkor az édesanya újra konfliktálódik. Ezt a konfliktust a gyermek szintén sajátjaként éli, mert hát átveszi tőle teljesen az édesanyára van igazodva egy pici gyermek, tehát sajátjának éli meg az anya drámáját. Ennek mi lesz a következménye? Tehát születés utáni ciklusban vagyunk, első életéves a gyermek, tehát akkor egy évesen, kettő, három, négy évesen trauma ismétlési pontokhoz ér, és meg is fogja ismételni ezeket a traumákat, és egy évesen, kettő évesen, mérteni sorozatra úrok, 4 éves, 8 éves, 16 éves korában pedig krízispontként, életkrízisként fogja megélni. És akkor, hogy ugye a metszetet is vizsgáljuk, tehát azt mondtam, hogy ugye 15 hetes várandós volt az édesanyja, amikor először konfliktálódik, majd a gyermek 1 évesen, tehát ugye az előbb magyaráztam matematikailag, hogy itt akkor hogy vizsgáld a metszeteket, ennek mi a következménye jelen példa esetében, az az, hogy 15 évesen, 30-45 évesen felnőttként, ennek a gyermek a felnőttként traumapontokat fog megélni, és egyben 30-45-60-75 évesen pedig krízisként jelenik meg az életébe, amely krízis, ez egy kapcsolati elhatárolódás, mert egy szociális kontaktus hiány, egy elhatárolódás félelem volt az anyába akkor. Ez egy hiányérzet konfliktusban jelenhet meg, aminek a következménye lehet ennél az embernél akár egy súlyos, krónikus tüdőgyulladás, krónikusnak mondja az akadémiai orvostudomány, tehát lehet akár egy súlyos tüdőgyulladás, lehet akár egy súlyos ekcéma, nagyon sok minden. De hogy biológiai következmény, ez egy lehetséges, és ebből ki lehet szállni. Akkor jó kártya van a kezedben, hogy fel tudod ezt ismerni, és fel tudod matematikailag ezt dolgozni. Hát hogyne? Hát óriási lehetőség az életedben, hogy ezzel tudsz számolni. És egyben azzal is tudsz számolni, hogyha valami már megtörtént, és te azt felismered az életedben, hát mire jó ez neked? Hát ugye ismered most a matematikai összefüggéseknek egy részét, majd még fogom sorolni a többit, és felvázolod otthon, és akkor van egy sorozatod, és látod az itt és most a jelen pontot. Akkor ha a múltnak az ismétlődésével tisztában vagy, és rájössz az érzelmi megrázkódtatások ismétlődésére, akkor szerinted képes vagy és bírsz kiszállni a mókuskerékből? Hát hogyne, természetesen. Hát minden lehetőséged megvan, itt és most eldöntöd, mit érsz el vele? Hogy a jövőre vetítve az ismétlődéseidet el tudod kerülni. Hát ez egy óriási lehetőség számodra. És akkor már te... Már nem mész bele olyan konfliktusos élethelyzetekbe, mert már ott van a csírájában, hopp, elcsíptem, ja, hó, tényleg az én ismétlődésem volt. Csírájában rálátsz, és már tudsz hozni olyan megoldási javaslataid lesznek, olyan stratégiád, amivel már el tudod kerülni ezen a ponton, hogy legyen egy trauma ismétlődésed. Tehát ez egy nagyon jó eszköz. Mondok egy másik példát. Szintén mondjuk egy egészségügyi szorult helyzet áll fenn, ez most matematika nélkül, csak hogy magát a, szintén így az analógiáját át tud venni, hogy szeretném neked ezt átadni, hogy egy picit mélyebben érzékeltetni azt a részét, hogy milyen fontos az érzelmi lenyomatot megtalálni, hogy semmi sem fontosabb annál, mint hogy az információs lenyomatot megtalált. Tehát egy másik példa esetében egészségügyi szorult helyzet van, és mondjuk a szülők aggódnak, félnek ebben a helyzetben, és ez az aggodalom, szorongás, ez belőlük egy agressziót vált ki. Tehát agresszíven viselkednek, agresszíven lépnek fel a dolgokra. És van egy gyermekük. Na ennek következményeként, amikor az a gyermek felnőtté válik, és kap egy egészségügyi rossz hírt, nem kell ahhoz világszintjén összeomlás,
Egy aprócska egészségügyi rossz hír. Az elme nem tesz különbséget, hogy ez világviszonylatban volt egy beroppanás a szüleim esetébe, vagy most az én életemben egy icurka-picurka kis apróság. Az elme információval dolgozik, az agy, mint kompjúter, mint információs struktúra, információval dolgozik. Neki az információ az az, hogy szorult a helyzet, hogy egészségügyi rossz hírt kaptam. Nem mérlegeli, hogy ez egy ekkora dolog volt, vagy egy ekkora. Ő csak az információt nézi. Szóval mi történik a gyerekkel a felnőtt életével? Amikor felnőtté válik, kap egy egészségügyi rossz hírt, és rögtön elindítja az újrajátszási kényszerűség törvény alapján egy újrajátszási mechanizmust az életébe ő. És agresszíven lép fel, agresszíven reagál. És lehet, hogy nem érti a környezete, még talán a saját felesége, vagy férját, attól függ, milyen környezetben van, hogy úristen, mi történt most veled? Mit? Hát eddig teljesen rendben volt ez a kifordult önmagából, a barátom, vagy a környezetben van, ugye? Ilyet biztos tapasztaltál már. Holott, én meg azt mondom, pszichogenetikai szemlélettel, meg új medicinás szemlélettel, hogy nagyon is érdemes a hátterébe tekinteni, hogy mi volt akkor, akkor fejtsük fel. És még mielőtt, meg ahelyett, hogy én bírálnám őt, hogy ő kifordult önmagával, vagy mi történt vele, vagy hogy a környezet mit okozott, itt megállok, nem állj, nézzük meg, de a valós információs háttere, és akkor ez már tényleg egy nagy segítség. És akkor miért történik ez meg vele? Azért történt meg ezzel az emberrel, mert egy generációs mintaadás történt a szülei részéről. De ezt a példát azért hoztam, hogy értsd analogiájában, hogy az információt keressük, és hogy mekkora hatása és értéke van egy információs lenyomatnak, ekkora akár. Vagy egy másik példa. Mondjuk a nagymama és a nagypapa kapcsolata, hát mondjuk kevésbé szeretett alapú, tehát nem annyira jöttek jól ki egymással, mert a nagypapa megcsalta a nagymamát, majd az ő fiúk is megcsalta a feleségét. A feleség ezen a ponton elszenved egy birtokféltést, mert ő a saját férjét a saját birtokol tulajdonának érezte, tehát ő úgy érezte, hogy ő az enyém, ő hozzám tartozik. Ez egy birtokhelyzet, most ezt tudom, hogy lehet, hogy furán hangzik, az agy számára ez egy birtokhelyzet, és amennyiben van birtokolt dolog, személy, vélelem, abban az esetben új medicinás ismeret tudjuk, hogy birtok konfliktusokat el tudunk szenvedni. Tehát visszatérve, a feleségnek ez egy birtok féltés konfliktus volt, hogy elveszíthetem a férjemet. A férje nem ment el, csak ő ezt így élte meg. Az ő gyermekük, tehát a közös gyermekük újrajátszási kényszere, az már nem az lesz, és most azért mondom, hogy megint csak az információt nézd, az már nem az lesz, hogy megcsalom-e vagy nem, nem. Az ő gyermeküknek az újrajátszási kényszere a birtokféltés program, ami a gyermek életébe aztán úgy jelent meg, hogy az óvodástársát végtelenül féltette, az óvodástársát azért féltette, mert őt magát rendre hazavitték az óvodából így ebéd után, a társa meg ott maradt, és félt, hogy hát ha ott marad a kicsi barátom, akkor ő biztos másokkal fog játszani, és akkor hát kvázi ugye az, hogy ez a megcsal engem, tehát elvesztem a birtokolt, a barátomat, akit birtokolt tulajdonomnak tekintek. És ezen a ponton a birtokféltés belőle egy súlyos, visszatérő tüdőgyulladást váltott ki ennél a kisgyermeknél. Holott, tehát, hogy ha jelenben vizsgálódásnál maradunk, akkor ugye ez egy, lehet, hogy akkor valaki azt mondja, hogy hát kezelni kell ezt a történetet, és akkor bármilyen, nem tudom, fizikai módozattal, és emellett én pedig azt mondom, hogy nagyon is megéri utána nézni, hogy mi volt előtte, mi előzte meg, mi volt az az érzelmi megrázkódtatás, honnan jön a gyermeknek ez az érzelmi megrázkódtatása, vagy hogyha saját életedet vizsgálod, honnan jön a tiéd, és mész föl a mintázatok vizsgálatában addig, amíg meg nem találod azt a programot, ami az indító ok volt. Sosem a sztori a lényeg. Azért hangsúlyozom ezt, mert tényleg így van a gyakorlatban. Fontos persze, meg elképzelhető, hogy mondjuk a családodban, amikor az életeseményedet vizsgálod, fejted fel, találsz hasonló történetet. Igen.
de nem az a lényeg, hanem az érzelmi megrázkódtatás, amire a generációs felmenőknél hiányzott a megfelelő érzelmi válasz. Tehát vagy nem volt, mert mondjuk titok, szőnyeg alá söpörték, mismásolás volt, hazudozás, félrebeszélés. Az igazságnak nincsen több változata, egyetlen egy változata van, maga az igazság. Vagy úgy kommunikál egy család, vagy hazudik. Ez most durván hangozhat ez a kijelentés, de akkor is ez van. Tehát vagy az igazságot képviseled, vagy ha mást, akkor az már nem az. És amikor egy generációs felmenőknél van egy olyan dolog, hogy nem adnak rá megfelelő érzelmi választ, vagy amit adtak rá, az nem volt megfelelő, tehát hogy elcsúszott ez a dolog, akkor megy a generációs mintázat tovább. Miért? Beszéltem erről, mert az univerzum természeti törvényeibe benne tartozik az érzelmi fejlődés, és ennek okán van egy újrajátszási törvényszerűség. Ígértem azt neked, hogy a puzzle-t rakjuk össze. Szóval megyünk tovább a matematikai összefüggések sorába, és megemlítettem a recall healinget, ami egy olyan felismerés, Gilbert Reynaud nevéhez kötődik többek között, és ő is a függetlenségi ciklusokkal számol. Hogy hidat képezzek majd eközés a puzzle-t összerakjam, azt is el fogom mondani, hogy megfelvetjük, hogy akkor van különbség, nincs különbség, hogyan van ez a pszichogenetika is eközött, és hogyan tovább. Egy férfinek az esetét szeretném mondani és mutatni neked, tehát hogy a függetlenségi ciklusok hogyan néznek ki. Egy férfi, aki mondjuk 20 évesen lesz először független. Mit jelent a függetlenség? Azt jelenti a recall healing szemléletében, hogy először úgy válsz függetlenné, hogy anyagilag független, vagy lehet, hogy még a szüleiddel élsz, de minden lehetőséged megvan, hogy képességed, hogy egyébként akár önálló életet tudnál kezdeni, mert már anyagilag független vagy, el tudod látni magad, stb. Tehát ő 20 évesen lesz független. Akkor a Gilbert azt fedezte fel, és azt követi, és akkor mutatom, hogy ilyenkor csinál egy függetlenségi, gyakorlatilag függőleges oszlopokból álló egyenes sorozatot, és akkor azt mondja, hogy hát ha 20 évesen lettél független, hát majd a saját életedbe te ezt meghatározod, akkor az első az úgy néz ki, hogy 0-tól 20-ig tart, a második 20-tól 40, 40-től 60, és így tovább hozzáadhatunk még 1000 évet akár, hogy örök életű vagy. Ennél a férfinél 31 éves ez a férfi, 31. életévében egy munkahelyi nehézségeit támadnak. Ő fél, hogy elveszíti az állását, és feszítve érzi ebben a helyzetben önmagát. Tehát félti az állását, egy birtokfélelmi konfliktusa van, feszegetve vannak a határai, és ezért teljesen ő így behódul a főnökének, holott érzi, hogy ez egy egyáltalán nem kívánatos élethelyzet, mert már ő maga is tudja, hogy ez túlzás, túlzásként éli meg, és nyomasztódik, nyomasztónak érzi, mert a személyes határait feszegetik. Ez egy birtokhatár konfliktus. Ebben a helyzetben, amikor most a függetlenségi ciklusokat vizsgáljuk, egyel előrébb lépünk, tehát a 0 és a 20 között, akkor azt láthatjuk, hogy ha ő 31 évesen élte meg ezt a konfliktust, akkor a 20 és a 31 között 11 a különbség, akkor az előző ciklusban megnézhetjük, hogy 0-hoz hozzáadjuk a 11-et, 11 éves életkorában vajon mi történt. Ezen a ponton, tehát ez mire ad neked lehetőséget? A függetlenségi ciklusvizsgálat arra ad lehetőséget neked, hogy tudsz visszafelé haladni, és az ismétlődéseket felismerni, feldolgozni, hogy vajon volt ismétlődés? Tehát ezen a ponton felteszed a kérdést, akár saját magadnak, jelen férfink esetében feltenni a kérdést, hogy volt 11 évesen valami ismétlődés? És akkor az ő élet esetében kiderült, hogy igen, volt. 11 évesen volt egy olyan személyes birtokhatár konfliktusa, ami az az élethelyzet okozta, hogy a testvére beköltözött az ő szobájába, tehát összeköltöztek, összerakták a szülők a kistesóval. És emellett még magzati korából kiderült, hogy 3 hónaposan, és akkor ezt is mutatom, itt a magzati korral ugyanígy tud számolni, hogy fölírod, hogy hát optimális esetben ugye 9 hónapra születünk, tehát a 0-tól 9-ig, és akkor ebben a viszonylatban
ő amikor 3 hónapos, akkor tudsz úgy is tekinteni erre, mint matematikai törvényszerűség, hogy tudsz számolni az életedbe, hogy vagy úgy tekintesz rá, hogy írod tovább, hogy 9-től 18, mint életévekre kivetülés, mindjárt magyarázom majd a jelentőségét, 18-tól 27, és akkor a 3. hó mondjuk itt 11 évesen jelenik meg, az ő esetében ugye 11 évesen jelent meg ez a birtokhatár történet, de úgy is nézheted, hogy a 3 hónapos kor, ez a sorozat, ez a 9 hónapra levetülve, hogyha oda vetítjük, akkor a 9 plusz 3, egy újraindulás, az 11. Ez egy fészekhatár, birtokhatár konfliktust élt meg a várandós kismama, tehát az ő édesanyja, mert az anyósa arcátlanul bepofátlankodott a birtok területére. Tehát, hogy jött, ment, mindenféle csinált, neki nagyon kellemetlen volt, ez várandósan már a háta közepére kívánta, de az anyós mindenbe bele akart szólni, és a kismamánál az a program futott, hogy nem tudom kijelölni a birtok határaimat, a fészek határaimat. És ez 3 hónapos várandósan már elég volt ahhoz, hogy a magzatnak, az ő kis babájának 3 hónaposan egy emléksúly lenyomatot okozott, ami aztán 11 évesen előjött, mert 9 plusz 3, 11. Ezt úgy is tudod ezt a számítást végezni, hogy mondjuk egy másik matematikai törvényszerűsége, hogy azt vizsgálod, hogy a 0-tól 9 hónap várandóságban, mert a Rico Lilling ezt mondja, hogy itt az évek számára vetül ki a Gilbert gyakorlati tapasztalata szerint, ahány hónapos vagy magzatként, és megélsz az anya által, vagy az apa által egy traumát, annyi évesen fog az előjönni. Tehát, ha ezt 3 hónaposan élted meg, akkor 3 éves életkorodban jön elő, és akkor, hogyha mondjuk a 0-tól 20-ig esemény horizontot nézzük, mint függetlenségi ciklus, akkor 3 évesen, 23 évesen, 43 évesen, ez is egy matematikai törvényszerűség, ez alapján is lehet dolgozni. Akkor jogos a kérdés, az az, hogy jogos kérdésként merülhet fel benned, hogy én most ugye azt mondtam, hogy ebben a szemléletben a várandóság hónapjai életévekre vetül ki. A pszichogenetika vizsgálati módozatába pedig igazolt, hogy a várandóság hetei vetülnek ki időléptékváltással életévekre. Tehát ha ott mondjuk 8-7-esen szenvedtél egy traumát az édesanyja által, akkor 8 évesen jön ki, ebben a Rico Lilling szemléletben pedig azt tartják, hogy ugye ha 8 hónapos várandós, hogy akkor jön ki a 8. életévedbe, akkor most nyugodtan, tehát jogos, ha felvetül benned az a kérdés, hogy akkor hogy különbség van a két szemlélet között, hogy valóban van különbség a két szemlélet között? És akkor én azt szeretném elmagyarázni, hogy nincs a két szemlélet között különbség, tökéletesen alkalmas mind a kettő vizsgálódásra. Miért? Mert a kép az mindig holografikus, ez kvantumfizika innentől kezdve. A holografikus kép, tehát hogy az életed képe holografikus, ez azt jelenti, mint a holográfiában bármi, hogy bármilyen kicsi darabot nézel, ugyanazt mutatja. Tehát matematikailag hogyha most a tér információs struktúráját tekintem, akkor tökéletesen mindegy, hogy mennyivel osztasz, vagy hova sorolod be számszakilag, mert lehetséges, hogy megmutatja neked az ismétlődési sorozatot. Miért van az, hogy én mégis a pszichogenetika számítási módozata felé vagyok egy kicsit jobban elfogult, vagy én azt választom, én a magam részéről azt választom, az én gyakorlati tapasztalataim sokkal jobban igazolják vissza, hogy ez gyorsabb megoldásra vezet. Mind a kettő nagyon fontos, mind a kettő nagyon hasznos. Én azért számolok a pszichogenetikai várandósági hetekkel, tehát, hogy ahány hetes magzat voltál, annyi időléptékváltással, annyi évesen jön el a trauma ismétlődés, illetve mértani sorozatban a krízis ismétlődés, mert optimális esetben 47-re születünk meg, tehát 38-47 között, de azért általában ez a 47 ez egy ilyen elfogadott. A 47. hét, tehát a 40. magzati hétnek a kivetülése, az a 40. életév. Ez az ember életében
egy fejlődési szellemi állomás, egy mérföldkő. Ez biztos te is tapasztalod, akár a saját életedben, vagy a környezetedben élők életében, hogy ez egy szellemi mérföldkő. Azt is szokták mondani, hogy ugye az ember 40 éves életkorára úgy leteszi az asztalra, amit úgy szeretne letenni. Tehát úgy leteszi az asztalra a dolgokat, és ez tényleg igaz. Ez egyfajta, a pszichológia mondjuk ezt egyfajta életközépnek nevezi. Azért, mert addigra beérsz, megérsz a dolgokra, a szellemiséged, a szíved, lelked szerint, és ha szerint képviseled a dolgokat. Ez az az idő, amikor tényleg egy egyén beérik, megérik, amikor elegendő tapasztalatot gyűjt ahhoz, hogy érezze, hogy igazán tudja, hogy mi az, amit képvisel az életébe. És én azért szeretek személy szerint ebből kiindulni, ebből a számítási metódusból, mert nagyon valósnak érzem, és nagyon könnyen dolgozható matematikailag innentől kezdve egy életképlet. Biztatlak arra, hogy használd ezt a módozatot. Megjegyzem emellett a Recall Healing szerinti 9 hónapot, ha megszorozzuk 4-jel, akkor az 38-ra jön ki, ami szintén egy, hát manapság mondjuk nagyon sok kisbaba már 38 hétre születik, tehát a várandósági hetek számát adja ki. A lényeg a mi előadásunk szempontjából, hogy miért fontos a feltárás, és egyáltalán a gördítődés, és ezt hogyan tudod a továbbiakban a saját életedben képviselni, hogyan a legkönnyebb ezeket megtenni, ezeket a számítási módozatokat. Most már ismered a matematikai összefüggések hátterét. A feltárást azért tartom fontosnak, mert amennyiben az érzelmi megrázkódtatásokra adott helytelen immunválaszok gördítődnek, akkor egyre több trauma ismétlést hoz az életedbe, az egyén életébe, bárki életébe. És ezek az ismétlődések egyre nagyobb és egyre nehezebben kezelhető krízisekhez vezetnek. Mit értek az alatt, hogy gördítődnek? A gördítődés az számomra azt jelenti, hogy egy nem kívánatos élethelyzet, egy viselkedés, egy viszonyulás, egy kapcsolódás, vagy egy cselekmény, bármi, az nem kap ott és akkor, nem kap megfelelő érzelmi választ, korrigálást, változtatást az addigi helyzethez képest. És így gördítődik tovább. És ezzel igazából csak tovább erősíti annak a kényszerét, az újrajátszási kényszerűséget, annak a kényszerét, hogy egy következő élethelyzetet, környezetet, vagy információs struktúrát megteremtsen, provokáljon, amiben újra próbálhatjuk megoldani az eredeti problémát. Tehát akkor miért van az, hogy nélkülözhetetlenek tartom, miért hangsúlyozom, hogy olyan mértékben fontos a konfliktus feltárás, hogy azzal tényleg érdemes akár mindennapi cselekmény és gondolati szinten fogalmazni. Azért mondom ezt, hogy elkerüld a tovább gördítést, hogy el tud kerülni, hogy a trauma újrajátszások aztán egyre nehezebb krízispontokhoz érkezzenek az életedben, hogy olyan élethelyzetekbe kerülj, hogy el tud kerülni, hogy a jövőben te már magadnak egy olyan struktúrát, tehát információs szempontból értem, egy olyan környezetet tudj megteremteni ezzel a jelen tudatosságoddal és döntési akaratoddal, hogy már pedig te kiszálltál mától ebből a kerékből, ezzel egy olyan érzelmi, értékes struktúrát teremtesz meg, amiben jól érzed magad. Amiben tőled már a te életedben már távol marad az, hogy akkor újra játszod meg újra. Mert már ráláttál, és hoztál egy döntést, és akarod, van szándékod, és cselekszel is az szerint. Visszatérve a gördítésre, de minél többet és tovább gördítjük ezeket a dolgokat, annál erősebb az újrahívásnak a kényszere, az újra megélésnek a kényszere. Ráadásul, ugye ebben a mókuskerékben, amikor ezt hívod el újra és újra, tehát ebben a mókuskerékben, tehát hogy amíg ebben vagy, ezt a malomkereked örlöd, addig a mintaadásod is ez. Ez azt jelenti, hogy a gyermekeid és a környezeted felé is ilyen mintaadó vagy. Tehát abban a pillanatban, hogy
bírsz, képes vagy, és tudsz, és meg is teszed, hogy kiszállsz ebből az őrlő malomkerékből, és hozol jó érzelmi válaszokat, és jó rálátással, cselekvési aktivitással vagy az életedbe. Egyben akkor ez azt jelenti, hogy egy olyan mintaadóvá válsz, amely információs mintát, tehát ha te cselekedeti szinten adott információs mintádat veszi fel a saját gyermeket, ha van, vagy akik majd születni fognak utánad, a leendő generáció is, hát már itt és most mintát adsz neki, itt és most már fölveszi azt, amit te képviselsz, akkor miért jó ez az életedben, miért elképesztően hasznos és jó kártya? Azért, mert ezzel a tudással, ezzel a döntéssel, rálátással te már az utánad leszületendő generációk életét is felkönnyíted. És erre képes vagy, és minden lehetőséged megvan rá, akár itt, most, ebben a pillanatban ezt eldöntheted. Ez már nyilván egy sokkal magasabb szintű felelősségvállalás, amiről beszélek. Ezzel együttvéve ez az igazság. Szeretném, hogy tudd azt is, attól szeretnélek megóvni, hogy ez most tehát semmilyen szinten ijesztegetésnek nem szánom. Egyszerűen csak mint információ átadom neked, hogy tudd, hogy pszichogenetikai törvényszerűségi körben az is egy lehetséges kimenet, hogy a következő generáció akár képes az idő folytonosságában is előhívni egy programot. Például mondjuk meghal a nagymama a családban, akinek volt egy saját maga életében egy folyamatos újrajátszási kényszere, ezt nem sikerült megoldania, és olyan fontos ez az érzelmi megrázkódtatás, mint családi mintázat, ez egy súlyos családi minta, hogy az ő halála után is gördítődik tovább. És most ezt idézőjelben mondom, hogy átveszi, azaz megteremti magának a következő generáció is, például a saját fia, vagy a saját unokája. Ez egy nagyon szélsőséges eset, de ez előfordulhat, amennyiben nagyon meghatározó az érzelmi megélés a családban. És akkor ebben az esetben mi történik? Hát például az unoka folytatja, tehát meghal a nagymama, mondjuk lemegy a gyász folyamat, túl van rajta a család, és például azt tapasztalja, hogy jesszus, annyira megváltozott ez a gyerek, teljesen új viselkedési formációkat, viselkedési mintázatot vett magára, mi a túról történt veled, kisfiam, és rohangálnak a pszichiátriára, és hát szélsőséges esetben mondjuk még le is gyógyszerezik a gyereket. Hát ez most nagyon sokszor előfordul. Na ehelyett én azt mondom, hogy egy picit megállni, megvizsgálni, és ezzel is kalkulálni, hogy ez is egy lehetséges kimenet. Ezt a pszichogenetika igazolta, ez lehetséges, ez egy információs struktúra át tudja venni. Jó? Kevésbé ijesztegetésnek szántam, egyszerűen pusztán az információt adom át, hogy ezzel is érdemes számolni. Ez így van, ez egy genetikai mintaadás szintén, és ez fontos, és érzelmileg fontos, akkor lehet, hogy az a gyermek egyébként pont nem a pszichiátriára való, hanem pont ő a legintelligensebb érzelmileg a családban, és ezért van az, hogy ő vállalta magára ennek a megoldását. Tehát inkább összeteszem előtte a két kezemet, és megköszönöm neki. Menjünk most végig, hogy egy konfliktus feltárás, egy élethelyzet, krízis, trauma feltárásnak akkor mi a munka folyamata? Tehát hogyan tudod a saját életedben megtenni, akár saját magad, akár szakértő segítségével a feltárási munkát. Ugye ez már az új medicina, a pszichogenetika és a kvantumfizikának a közös hídja, amit most végig fogunk menni ezeken a pontokon. Én azt a metódust fogom most elmondani, neked elmesélni, amit a saját gyakorlati tapasztalatom által felvettem, és ezt a sorozatot követem, és eddig visszaigazolt az élet, hogy hasznos. De te olyan formában és olyan sorban csinálod, ahogy számodra szimpatikus. Végigmegyünk most ezeken a pontokon, akkor a cél az az, hogy feltárási munkafolyamat pontjait ismertessem, és te a saját életedben ezt tud használni. Az első pont, én az itt és mostból szoktam kiindulni. Az itt és most, tehát két lábon állunk, azért itt egy fizikai világban élünk,
Tehát itt és most két lábbal a földön, abból indulunk ki, hogy mi egy érzelmi megrázkódtatás, mi történt. Én az új medicina biológika ismereteit használom. Ez egy kiváló lehetőség ahhoz, hogy egy stabil, jó lábban állj az életben, ami egyébként szeretném azt hozzátenni, és biztatni téged azért, hogy sajátítsd el az alapokat, mert szeretném azt hozzátenni, hogy ez egy megnyugvást hoz az életedbe. Képzeld el azt, hogy tisztában vagy a biológiai összefüggésekkel a testedben, hogy annak milyen kivetülés következményei előzték meg egy elváltozást. Ez egy nagyon nagy lehetőség. Egyszerűen nyugalmi állapotban tart maga a tudás. Szóval a biológikából indulunk. Az azt jelenti, hogy a jelen testi, mentális elváltozások vagy betegségek mögött pontosan tudjuk, hogy milyen érzelmi megrázkódtatás volt. Mi az érzelmi megrázkódtatás háttere? Azaz, magyarul, hogy mi az oka? Akkor miért hasznos a biológika? Azért is hasznos, mert nem kizárólag csak a te életedben, hanem a felmenőidet, amikor vizsgálod, akkor az őseid programját is meg tudod határozni. Felrajzolod a családfát, felvázolod magadnak, és az őseid betegségeit, hogy mibe haltak meg, mik voltak a legnagyobb betegségek, drámák, műtétek, elváltozások, kapcsolati problémák, érzelmi megrázkódtatások, stb. Ezeket fel tudod miért? Tudod, hogy milyen érzelmi hatásmechanizmus volt mögötte. És akkor ezen a ponton azért óriási lehetőség ez, mert ezen a ponton, hogy te tudod, hogy egy adott betegség, már pedig a családban azért azt viszonylag könnyű feltérképezni, hogy ki mibe halt bele, mik voltak a legnagyobb traumák, remélhetőleg, hogy ezt könnyű feltérképezni, emögött te tudod az érzelmi megrázkódtatást, akkor rögtön azon a ponton vagy, hogy te lehetőséged van arra, hogy felteszed magadnak a kérdést, felismert, hogy és a te életedben fennáll, vagy eddig volt ismétlődés, fennállt, hasonló érzelmi megrázkódtatás. És ezen a ponton, hogyha ezt te amikor te felismerted és hoztál rá egy jó döntési mechanizmust, ezen a ponton te innentől kezdve el tudod kerülni ezt a téves hitrendszert, amiben beszéltünk, hogy genetikai megbetegedések, ilyen nincs. Ezt innentől kezdve te elkerülöd az életedbe. És ki tudsz szállni a genetika téves hiedelemrendszeréből. Na, ez ezért nagyon hasznos. Szóval az első pontja a munkafolyamatnak, a feltárás munkafolyamatának, hogy az itt és mostból kiindulunk. A második a matematikai számítások. Ugye erről most sokat beszéltem, tehát most a kezedben vannak azok a kártyák, a tudás a kezedben van, nálad van, hogy a jelen élethorizontodot hogyan tudod vizsgálni, információs struktúra és környezet szempontjából, hogyan tudod lerajzolni, traumatérképet tudsz felállítani, az életvonalad egyenesére rá tudod ezt rajzolni, függetlenségi ciklusokon tudod mérni. Ez a második pont. A harmadik, a felmérési munka folyamatban, az a családi esemény sornak, a családi térképnek a felrajzolása, amit Anne Anklin Schützenberger asszonynak, egy pszichológus asszony volt, munkásságának köszönhetjük. Ő ismerte fel, és akkor szeretnék egy kis ábrát mutatni erről, ő ismerte fel ennek a jelentőségét és a gyakorlati hatásmechanizmusát, hogy miért van jelentőség, és miért olyan fontos a pszichikum, a psziché és a továbblépés szempontjából a családi generációs mintázatok feldolgozása. A családi térkép, Schützenberger asszony esetében, ez most csak egy kis rövid vázlat, nagyjából így néz ki. A hölgyeket karikával, az urakat pedig háromszöggel jelölte, és mindig bekeretezte, akiből kinúg. Te vagy a középpontja. És akkor egyszerűen felvázolod, hogy anyai ágon, apai ágon, a felmenők, az egész sorozat, most ez itt a teljes igénye nélkül, egy csak tényleg egy kis mintarajz, majd lehetőséged van az általad lehetett a saját gyermekeid életét is felvázolni, hogy te milyen mintákat adsz tovább. Tehát nagyjából így néz ki egy családtérkép. Schützenberger asszony munkásságának köszönhetjük, hogy felismerte és igazolta, most már tudományos tényként kezelhetjük,
hogy érdemes névazonosságot vizsgálni, számazonosságot, akit ez részletesebben érdekel, ebbe el lehet mélyedni. Van egy életindító program videóm, ami rendelkezésre áll, díjmentesen letölthető, szeretettel javaslom, hogyha érdekel, vagy a környezetedben valakit, akkor nézd meg. Egy picit tudom részletezni, és jobban átlátható, hogy hogyan is kell ezt rajzolni, és milyen előrelépési lehetőségeket tud ez adni az életedbe. Tehát családi térképet rajzolni, és akkor a családi térképen megnézni az azonosságokat. Ez már igazából egy kvantumfizikai térmunka. Tehát itt már információval dolgozunk. Azért jó egy ilyen rajz, a meglátásom szerint, mert van képed róla, ugye ezt említettem, hogy képes magyar ember vagy, van képességed sokkal jobb így rálátni. Elkezded föltérképezni, esetleg alszol rá egyet, kettőt, egy hetet, egy hónap, újabb információk érkeznek hozzád, mert egyszerűen megéled, megérzed, jön egy intuitív sugallat, mert lehet, hogy már a generációs felmenők esetleg meghaltak, vagy aki él, az nem akarja elmondani, vagy nem úgy mondja el, ami az igazság, mi is másolás van mögötte, bármi lehetséges. De te a saját szellemiséged által, és azáltal, hogy te elkezded önmagadat kondicionálni, tehát ráállsz arra az útra, hogy ezt felismert feldolgozd, ebben támogató energiát fogsz kapni, és meg fognak érkezni azok a felismerések, azok az információk, amit te utána pluszba be tudsz írni, helyettesíteni ebbe a családfába. Tehát nagyon jó ezt felrajzolni, és nyugodtan hajdott, akár napokra, hetekre, akár hónapok után is kiderülhetnek olyan dolgok, ami aztán hasznos lesz számodra, hogy hú, kiderült, hogy hó, hát mégse abba halt bele a, nem tudom, dédpapa, hanem helyette abba, vagy a nagymamámnak azért annyira nem volt jó a kapcsolata a nagypapával, mert ez és ezt történt, és megélt mondjuk egy hátráltatottságot, egy elhatárolódást, stb. Tehát, hogy sok minden előjöhet, hagyd nyitva, és ez egy jó kép, ez egy jó térkép. Tehát információval dolgozunk, úgyhogy ott tartunk, hogy akkor a munkafolyamatnak a pontjai, hármas pont, a családi térkép felrajzolása. És erről az esemény sor, felvázolásról már az előadás során sokat beszéltem neked, hogy ezen nagyon jól le tudod követni, hogy betegség, halálesemények, nagy traumák, drámák, mik voltak a nagy érzelmi megélések, mi volt a legjobb, a legrosszabb az ő bírálatuk szerint. És ezen a ponton jön a negyedik, a munkafolyamatnak a következő lépcsőfok, a negyedik, hogy a kapott információs mintát, ezt te felismered, ugye, mert ezzel dolgoz felismerése, hogyan kellett volna megoldani a generációs helyzetet? Tehát milyen helyes érzelmi mintát kellett volna az ősöknek adni? Ezt meghatározod önmagadnak. Tehát itt és most a jelen tudatosságom szerint én hogyan jártam volna el? Ezt megmondod érzelmileg. Jó? És ezt követően meg tudod vizsgálni, hogy és te a saját életedben milyen információs mintázatot hordozol ebből. Tehát hol vagy te a saját életedben? Akkor áthoztam valamit? Sikerült magamnak megteremteni ebből valamit? Hát sanszos, hogy igen, mert különben nem lenne vizsgálati górcső alatt ez a történet. És már is fel tudod sorolni magadnak irodalistát, hogy melyek azok. Hogy én is megéltem az akadályoztatottságot például, hogy én is megéltem az egyedüllét, szeparáció konfliktusát, mert a nagymamám, stb. Így és így tovább. És az ötödik, a munkafolyamatban a következő lépés az az, hogy ezt a mintát fel kell tudni dolgozni. A feldolgozás az azt jelenti, és akkor most visszatérek, tehát pszichogenetika, ezt igazolta, erről szól az egész. A feldolgozás az az érzelmi helyes válaszadás. Akaratod, szándékod kell, hogy legyen ehhez, hogy te ezt akarod, van szándékod rá, felismered, hogy mi volt az, felismered az információs mintát, hogy ez és ez volt, ezt ismétlem. Aztán a magas minőségű tudatosság szerint tudatosan hozol egy döntést, hogy ezt kerülni kívánom továbbá az életembe. Ebből, ezt a krízist, ez ebből adódó traumatizálódást, konfliktusokat kerülni kívánom tovább. De hozok egy döntést, hogy itt és most ezeket az érzelmi megrázkódtatásokat én abba hagyom. És akkor mi követi ezt? Hogy a gondolkodásmódodban, a kommunikációdban és a cselekvésedben megváltozol. Ez rajtad múlik, ez a te tudatosságodon múlik, erről beszéltem, ez egy egyenesre esik.
Tehát ahogyan gondolkodom, ahogy a szellemiségem, szívem, lelkem, jóisteni minőséget, ami neked szimpatikus, úgy fogalmazol, ami az diktál, amit az diktál, az szerint viszonyulsz kifele, befele, tehát az szerint gondolkodsz, kommunikálsz, és cselekszel. Már nem hibáztat senkit, már itt hibáztatásmentes, ez bírálatmentes állapot, ha még mindig az van, akkor ez egy óriási szemüveg, ami fönn van rajtunk, azon keresztül azért a tiszta információhoz kicsit nehezebb hozzáférni. Szóval ebből érdemes kiszállni, hibáztatás, bírálat, és önmagadnak, a saját életedbe felelősséget vállalni, ez a te életed. És akkor ehhez mi az, ami szükséges, és zárja ezt a munkafolyamatot, tehát a feltárás munkafolyamatát, az éber jelenléted a mindennapokban. Kis dolgokat a legnehezebb észrevenni, nagy dolgokat nagyon könnyű észrevenni. Kis dolgokban, éberen jelen lenni a mindennapokban, a minden pillanatban. Ez nagyon nehéz. Egyben azt mondom neked, azért is biztatlak rá, mert valódi, igaz életsikert hoz számodra. Ez egy igazi sikerélmény. Mindehhez, minden esetben cselekvési akarat kell. Miért van az, hogy azt mondom, hogy érdemes, miért biztatlak arra, hogy éber jelenlét? Hát ezt mondjuk a pszichológia úgy fogalmazza meg, hogy kondicionáltság. Tehát akkor miért érdemes odafigyelned arra, hogy amit felismertél, hoztál egy döntést szabad akaratod szerint, és a saját minőségi struktúrát szerint gondolkodsz, kommunikálsz, cselekszel benne, és erre odafigyelsz, miért érdemes odafigyelned rá? Tehát hogyan tudsz kiszállni a genetikai öröklődés mókuskereki 5 éves hiedelemrendszeréből, hogy érzelmileg helyes mintát adsz, mindennapokban cselekmény szintre viszed el, és azért érdemes erre odafigyelned, mert kondicionálod önmagadat. A kondicionálás pedig azt jelenti, hogy újra és újra gondolod, és megfelelő érzelmi döntést hozol, hogy ennek a biológiáját egy picit magyarázzam, hogyha részletesebben érdekel, akkor ezt a Kiszállás a konfliktusok mókuskerekéből című előadáson részletesen elmagyarázom, akkor hallgass meg, szeretettel ajánlom ezt is, az a hogyan szálljunk ki a mókuskerékből, az ördögi körből viszonyát tisztázza és részletezi. Tehát a kondicionáltságot részletesen ott meg tudod hallgatni. De most röviden, hogy összefoglaljam neked, miért érdemes odafigyelned? Azért, mert az elmédet, az agyat, mint információs struktúrát tudod kondicionálni. 2 agyideg sejt között húzódó információs láncolat, tehát axionszálak, ami a neurotranszmittereket, tehát idegi átvitelt egyik oldalról a másikra közvetítene. Ezeket a régi szálakat képes vagy új szálakkal úgy felülírni, hogy új szálakat, molekuláris szerkezeteket alkotsz, pusztán az odafigyeléseddel, mert az agynak lehetősége van új behuzalozást létrehozni, és mivel ez fizikai törvényszerűség, hogy mindig minden a kisebb ellenállás felé halad, ennek a törvényszerűségnek megfelelve, amikor jön egy újabb élethelyzet, és te addig az előzőeket felismerve már hoztál egy döntést, és kondicionálod magad a jó érzelmi válaszreakciókkal, akkor amikor megérkezik hozzád újra mondjuk egy trauma ismétlődési pont, vagy egy életkrízis pont, akkor az új bekábelezéssel, mivel kisebb ellenállás felé halad, mondjuk eddig volt 6 szál, most bekábeleztél új 12-t érzelmileg jó válaszokkal, kisebb ellenállás, sokkal könnyebb 12 szálon, sokkal gyorsabb átküldeni a rendszernek, úgyhogy használni fogja. És ez az a pont, amiért érdemes odafigyelni a mindennapokba, hogy hogyan cselekszel, hogyan gondolkodsz, hogyan kommunikálsz, mert ezzel kondicionálod magadat, ez a biológiai magyarázata, a pszichológiai magyarázata pedig az, hogy a kondicionáltság az ugye elmeszerkezet szintjén előre visz, a pszichét szempontjából előre visz. Akkor összefoglalva, pszichogenetikailag mi a megoldás arra, hogy te a saját életedben a stressz, konfliktus helyzeteket szelidítsd, a traumapontokat, a krízispontokat inaktivált leszelidítsd? Tehát mi a megoldás? A megoldás az minden esetben a lelki érzelmi fejlődés.
az érzelmileg intelligens válaszreakciók szerinti életvitel, ez szerint élni. Ez azt jelenti, még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy ez szerint gondolkodni, kommunikálni és cselekedni. Ez az az állapot, amikor te már nem fogadod el a kórus mentális szituációt, amitől éppen szenvedsz, hanem megvizsgálod, megállsz, megvizsgálod, hogy vajon mi előzte meg azt. A saját viselkedésed, a saját viszonyulásod, egy esemény, egy érzelmi kötöttség, zsigeri reakciód, mi volt az? A viselkedésem, a reakcióm, az honnan ered? Mit hiszek el ezzel, vagy mit hittem el eddig? Most mit hiszek el ezzel kapcsolatban? Volt már rá példa, egy megoldatlan példa eddig a családban? Hogy a saját életesemény horizontomon ez már előfordult? Volt ismétlődés? Akkor már is tudok tovább lépni és vizsgálni. Tehát a pszichogenetika szempontjából, és ez a nagy felismerés ennek a tudományágnak, és ezt köszönhetjük, az egyetlen helyes viszonyulás, az érzelmi helyes válaszadás. És ez a te Jolly Joker kártyád az életedben. És ezt biztos vagyok benne, hogy minden lehetőséget, képességed megvan arra, hogy használd ezt a kártyát. Ezt meg tudod tenni. Abban is biztos vagyok, hogy jó önismereti úton haladsz, és jó a cselekvési aktivitásod ebben az ügyben. Úgyhogy én támogatlak és biztatlak, hogy tedd meg, és haladj ezen tovább. Tehát az érzelmileg helyes válaszreakciód a megoldás. Ez ad helyes cselekvési energiát az életedbe. Ez egy kiszállási lehetőség, az érzelmi befolyásoltság, a hatásmechanizmusok, az érzelmi konfliktusok, a betegségek, traumák, krízisek mókus kerekéből. Ez a kiszállási pontod. Minden egyéb az gátolja a cselekvési energiát. A cselekvési energiát pedig feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a saját szándékodat, a saját döntésedet azt meg is tud valósítani. Úgy és olyan módon, ahogy a saját szellemi struktúrát, saját magad igényli az életedbe, ahogy tényleg te szeretnéd. És a téves mintákat felül tud írni, le tud szelidíteni és inaktiválni. Miért? Mert ez a módozata annak, hogy te a jövőben, a továbbiakban el tud kerülni a trauma, krízis, konfliktus helyzetek, szociális kapcsolatok konfliktus helyzetének ismétlődését. Tehát óriási lehetőség, és ez a lehetőség most ott van nálad, ott van a te kezedben, használd. És biztos vagyok benne, hogy képes vagy önmagadat újra vizsgálni, újra és újra adott élethelyzetekbe, amikor az szükséges. Képes vagy a saját viszonyulásodat újra alkotni, újra meghatározni, és a döntési mechanizmusaidat is újra alkotni. Minden lehetőséged megvan erre, és képességed. Helyesen és a szeretetteljesség állapotában viszonyulni, mind önmagadhoz, mind a környezeted felé. És ebben az állapotban pedig tényleg minden lehetőséged megvan arra, hogy egy kiegyensúlyozott, egészséges egyensúly állapotában lévő, szeretetteljes életet tud élni, amivel te meg vagy elégedve, olyan mintaadásban és olyan viszonyulásban, amivel te a saját életedben meg vagy elégedve, és amelyet szeretnél képviselni önmagad és a környezeted felé. Ebben kitartást, mérhetetlenül sok energiát kívánok hozzá, és szeretném, hogy tudd, hogy abban a pillanatban, hogy te ténylegesen a saját szellemi önvalód és szíved, lelked egyensúlyában maradsz, és ezt követed, az ebből adódó sugallataidat, megérzéseidet, meglátásaidat követed, és ez szerint gondolkodsz, kommunikálsz, cselekszel, abban a pillanatban tudd, hogy minden támogató, segítő energia rendelkezésedre áll az univerzum természeti törvényszerűségei miatt. Úgyhogy azt kívánom, hogy ebben hajózz bátran előre, és éld így az életedet. Használd ezt a tudást. Cselekmény szintjén a mindennapokban is. Szeretettel kívánok neked további nagyon szép napot!